Az étkezésben sokaknak talán a legnehezebb a mértékletesség elvének betartása, ami nem is feltétlenül abból ered, hogy nem tudnak nemet mondani, inkább abból, hogy nincs rendszer az étkezésükben, esetleg csak naponta kétszer esznek, és akkor természetes, hogy sokkal többet a kívánatosnál. A töltött káposzta, ez egy nagyon egyszerű dolog. Nyilván, hogyha a sima fehér is nézzük, és mondjuk a disznóhúst, amivel készül, ezeket mondjuk lecseréljük pulykára és baszmati rizsre, akkor már is egy picit tettünk azért, hogy a hormonális háztartásra ne legyen olyan drasztikus hatással például ez az étel. Hiszen a disznóhús ugye zsírosabb, nagyobb a nem megfelelő zsírtartalma, ezzel együtt ugye a sima hagyományos rizsnek is ugye a glikémiás indexe sokkal magasabb, mint a basmati, tehát hogy az értékeik ugye ezeknek az alapanyagoknak sokkal jobbak például, úgyhogy egy töltött káposztát elkészíteni basmati rizssel, pulykadarált hússal, mondjuk adott esetben savanyú káposztával már is egy jobb alternatíva, és töltött káposztát eszünk. A karácsonyi menü tervezése során is célszerű szem előtt tartani az egyensúlyt, hiszen abban a pár napban a mértéktelenség kellemetlenséget is szülhet. A hagyományos ételeket például picit megreformálva már egy kíméletesebb, könnyedebb ételt kaphatunk ugyanazzal az ízvilággal. A felnőtteknél mindenképpen azt javaslom, hogy legyen rendszer, hogyha mondjuk megvan az, hogy reggeli nagyjából mindig ugyanabban az időpontban, majd van azért egy kis 10 óra is, ebéd, uzsona és vacsora, akkor ott már az adagok sem fognak annyira túllőni ugye az egészséges, normális határokon, hiszen folyamatosan kapja a szervezet ugye az energiát is, a tápanyagot is, és nem lesz szüksége rá, illetve kevésbé lesz szüksége rá, hogy mondjuk többet egyen. Tehát, hogy úgy talán, hogyha rendszer van, akkor az adagokat is könnyebben tudja tartani. Egyébként meg én mindig azt javaslom, hogy legyen a tányíron legalább egy maréknyi minőségi szénhidrát, lassú felszívódású szénhidrát, vagy közepes felszívódású, tehát itt most gondolok például megint visszakanyarodva a basmati rizsre, akkor legyen mellette megint csak egy jó marék zöldség, zöld saláta, egy tenyérnyi hús például, és nyilván mondjuk a zöld salátát meg lehet öntözni, meg lehet locsolni olívaolajjal, de ez most csak egy ilyen szemléletes dolog, hogy a szénhidrát fehérje, rost és jó zsírt aránya körülbelül azért, hogy így mindenből legyen a tányíron. Napjainkban már mindenféle alternatív alapanyag könnyen elérhető, nem kerül több időbe ezeket beszerezni. Az ünnepek alatt lényegesen kevesebbet mozgunk, ami szintén nehezebbé teheti az emésztésünket. Amennyiben időnk és az időjárás is engedi, legalább sétáljunk egyet ezeken a napokon is, mivel a mozgás a reformételek vagy alapanyagok mellett komfortosabbá teheti az ünnepi napokat.